Sziasztok! Kis szünet után visszatérünk a Star Citizen híreinek összefoglaló videóival. A mostani részben a 2016. október 24-e és október 30-a közötti időszakról számolunk be. Szerdán az október havi Town Hall-ban Sean Tracy, Forrest Stephan és Eric Kieron Davis vett részt. Beszéltek arról, hogy a CitizenCon-on bemutatott programbolygók második verziójánál a nap már valódi fényforrásként szerepel, valamint a légköri körülmények határozzák meg, hogy felhős vagy tiszta eget látunk. A procedurális generálásról elmondták, hogy jelenleg a vászont hozzák létre vele, amelyre az egyedi alkotást került, tehát a folyamat elkészíti a bolygó 90%-át, majd a művészeti tervezők a maradék 10%-ot, de ez a 10% teszi majd egyedivé és különlegessé a bolygókat. Az atmoszféra vastagsága nem állandó, azt tudják növelni vagy csökkenteni. Ez jelenleg 3,5 km körüli, amit játszhatósági szempontok indokoltak, mivel minél magasabban kezdődik, annál tovább tart a leszállás az adott bolygóra. Ezt követően a női karaktermodellről beszéltek, jelenleg a ruhák és az animációk hozzáigazítását végzik. Több mint 6000 animáció van a férfi karakterhez, amelyből számos mozdulatot eddig még nem láttunk, ebből következik, hogy a női karaktermodellnél is sok idő az animációk beállítása. Megemlítették azt is, hogy egyszerűbb lett volna, ha a női karakterváz ugyanolyan magas, mint a férfi, azonban ez nem tetszett nekik, mivel nem lett volna természetes. Ezzel kapcsolatban szóba került, hogy a női karakter a kisebb termete miatt egy fegyveres összetűzés során előnybe kerülhet, azonban mindenkit megnyugtattak, hogy ha lesz is ilyen, nem lesz akkora az előny, hogy csak emiatt megérje női karaktert indítani. Az október 9-én bemutatott Polaris korvetről elmondták, hogy a torpedóvetői S-10 méretűek lesznek, a melléket leírásban tévesen szerepel a kisebb méretosztály. Végül elmondta, hogy a jövőben számítani fog, hogy hány magos processzor van a gépünkben, jelenleg még inkább csak a sebesség számít, de már dolgoznak a technikán, ami változtat ezen. Most nézzük a csütörtökön adásba került Brand the Verse 3.11-es részét. A bevezetőben elmondták, hogy az ingyenes hét, amelynek során a Super Hornetet lehet kipróbálni, lassan véget ér. A 2.6-os verzió fejlesztése jól halad, minden nap új dolgok kerülnek bele, az Evocati csapat pedig folytatja a repülési modell változásainak tesztelését. Az új verzióval érkezik a Herald és a Vanguard Hoplite, valamint új küldetések is készültek a Crusaderhez. A Star Marine-t egyelőre belső teszteken próbálják, amelyek jól haladnak. A hálózat fejlesztésén is dolgoznak, azonban ez még nem fog bekerülni a 2.6-os verzióba. A Frankfurt Iroda stúdió beszámolójában Brian Chambers beszélt a CitizenCon-os élményeiről és arról, hogy azóta a csapat már ismét teljes erővel dolgozik a fejlesztéseken. Bemutatták a Frankfurt Iroda minőségbiztosító csapatát, amely 3 főből áll, ebből 2 a játékmotorját, harmadik társuk pedig a Squadron 42-t és az FPS modul teszteli. Ezt követően a Homestead demóban látott homokvihar készítéséről beszéltek, amely 3 grafikus háttérből áll össze. 2 ebből az örvénylő homok mintázat, 1 pedig a villámlás. Az örvénylés sebességét tudják gyorsítani és lassítani, a vihar pedig egy előre kijelölt úton halad. Ahogy közeledik a vihar, úgy növekszik a játékost körbevevő köd értéke is. Idővel ezek a rendszerek egységes irányítást kapnak, és a bolygó időjárás rendszere fogja kezelni őket. A Színfalak mögött című rovatban elmondták, hogy az eredeti tervek között nem szerepelt a töltés nélküli bolygóra szállás. 2015. szeptemberében kezdték újraírni a CryEngine területrendszerét kezelő kódot, októberben már az első légkör nélküli bolygó tesztelését tartották, újabb egy hónappal később, novemberben pedig már a légkört is tesztelték. A 2015-ös év végére eljutottak odáig, hogy bemutatták a Delamar bolygó verzióját. 2016. februárjában sétált az első ember egy bolygó, március-április környékén pedig részletesebb felszínt és az azon haladó gréketet láthattunk. A bolygón található ökoszisztémák a programbolygók második verziójáig nem voltak változatosak, azonban mára egy bolygót különböző ökoszisztémákkal tudnak befedni. A CitizenCon-on több új fejlesztést is bemutattak, többek között a gömbformájú területet, a töltés nélküli leszállást, az előzetes töltés nélküli 60 FPS-sel történő megjelenítést, a korlátlan látótávolságot, a különböző ökoszisztémákat és a program növényzet első verzióját. Utóbbi elhelyezésének és elosztásának javításán dolgoznak most. Bekerült a tengelyük körül forgó bolygók, az óceánok és a felhők korai változata. Utóbbiak már különböző vastagságúak lehetnek, és a fényt is korlátozottan engedik át. A közösségi hírekből kiderült, hogy az előfizetők az Origin M50 típusú hajóját próbálhatják ki novemberben, végül kiosztották a hét leghasznosabb játékosainak díját, amit az RSI cseten működő Helpdesk csapata kapott. Végül nézzük a pénteki Reverse the Verse 2.11-es részét.
A műsor első felében a környezettervező művész Pascal Puller beszélt arról, hogy vannak művészeti tervezőik, akik megrajzolják, hogy az egyes égöveknek hogyan kell kinéznie, majd ezt Pascal és a hozzá hasonló emberek készítik el a játékban. Szeretnék, ha lennének hosszú távú hatások a környezetben, tehát például, ha van egy erdő, ahol kitermelés folyik, akkor idővel a fák sűrűsége ritkulna, így megfigyelhető lenne ennek tényleges változása. A vízzel egyelőre nem igazán lehet kapcsolatba kerülni, de nem akarnak korlátozásokat a jövőben. A nagy, árkorszerű városok procedurális generálása egyelőre kísérleti szakaszban van. A műsor második felében az átvezető animációkért felelős igazgató Hannes Apple beszélt. Az átvezetők minősége ugyanolyan lesz, mint a játéké, mivel az átvezetőket is a játék motorjában akarják elkészíteni, és szeretnék biztosítani, hogy a játékos minél szabadabban mozoghasson ezek alatt. Lesznek azonban olyan helyzetek, amikor ezt a szabadságot vissza kell fogni, például eligazítás alatt nem tudunk majd felállni a székünkből. Beszélt arról is, hogy az olyan tárgyak, mint egy lezuhant hajó kézzel lesznek elhelyezve oda, ahol az a fejlesztők szerint megfelelően működik. Végül elmondta, hogy az arcok minősége a Bishop Admirális beszéde alatt nagyjából 60%-os lehetett, azóta sokat fejlődtek és sokszor a környező tárgyak javítása is szükséges, mivel rosszabb minőségűek, mint maguk az arcok. Ezzel a mai összefoglaló végére értünk, találkozunk jövő héten.